A Felvidéki Hagyományozó Egyesület mutatja be táncait a bátaszéki karácsonyi műsorban. Hozzájuk hasonlóan minden itt működő művészeti csoport rendszeresen részt vesz a település életében és ünnepein. Az önkormányzat minden esztendőben pályázatot ír ki a civil közösségek támogatására. De a költségvetések erre adott lehetőséget, hogy ebben az esztendőben is 4 millió forint keretösszeget határozunk meg a bátaszéken működő civil szervezetek működési, illetve rendezvényeinek a támogatására. A bátaszéken mintegy 32 civil szervezet működik. A 4 milliós keret fel van osztva különböző tevékenységi körökre, alapítványokra, sportszervezetek támogatására, hagyományőrző szervezetek támogatására, sőt az egyházokra is gondoltunk, amikor a keret meghatározása megtörtént. A város vezetése a napokban egyeztetett a szervezetek vezetőivel az idei évi tervekről, és állapodott meg az együttműködés formáiban. A város 2015 óta működtet egy támogatási rendszert. Úgy tűnik, hogy ha szűkösség is, de elegendő arra, hogy a működési költségeikhez támogatást tudjunk nyújtani, és arra is jut még kis forrás, hogy a saját szervezési rendezvényeiket ezekből a támogatásokból meg tudják szervezni, illetve le tudják bonyolítani. A szervezeteknek április 15-ig kell benyújtani pályázataikat, és még ebben a hónapban megtörténik a bírálat és a szerződések megkötése is.